Több mint 300 gyermek vett részt a Mezőfalvai Mezőgazdasági ZRT nyílt napján a Világos Pusztai Szarvasmarha telepen. Südi András ágazati igazgató, Mezőfalva és a környékbéli települések óvodásait és általános iskoláinak tanulóit várta, akik betekinthettek egy korszerű szarvasmarha telep életébe. Nagyon fontos egy ilyen nyílt nap, én azt gondolom az állami gazdaságnak és a gyerkőcöknek egyaránt, hiszen megismerhetik a szarvasmarha állományt, a tejtermelés pillanatait, minden egyes mozzanatot, ami végig kíséri majd az életüket, hiszen a tej életerő egészséges, ez nem csak közhely. A tej napja kivételes alkalom arra, hogy bemutassák ezt a állami gazdaság szarvasmarha telepét, illetve a tejtermelő ágazatát. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez az ágazat milyen eredményekkel büszkélkedik, mi mindent láthatnak itt a fiatalok. Hát az idei évben ismét negyedik alkalommal megrendeztük a nyílt napunkat, amelyen bemutatjuk a telepet. Gyakorlatilag ez a telep az országos rangsorban a 25-26. Helyen 10.500 liter körüli zárt laktációs eredménnyel, 920 körüli fejős létszámmal, de a szaporulattal együtt összesen 1900 állat éli itt a mindennapjait, amelyet megpróbálunk bemutatni a gyerekeknek, és azáltal, hogy ezt bemutatjuk, talán abban bízunk, hogy egy kicsit megismerik a mindennapjainkat, a biológiát, talán kedvet kapnak egy kicsit ehhez a szakmához, a munkához. Az állatszeretet úgy gondolom a gyerekeknél szinte alap, mert minden kis gyerek szereti a kiskutyát, a kismacskát, hát a bocikat is lehet szeretni, úgyhogy megpróbáljuk mi ezt bemutatni, hiszen azzal kell szembesülnünk, hogy a nagymamáknál, nagypapáknál kihalt már az állattartás, nincsen meg a régi háztáji, nemhogy szarvasmarha most már sertéssel nagyon, sőt, hát a baromfi is egyre kevesebb. Mi talán csak egy kicsi szeletet mutatunk be ebből, de én úgy gondolom, hogy ez egy olyan széles vertikum itt a biológiától, a takarmányozáson keresztül, a technológiáig, a technikáig, hiszen hát interneten keresztüli adatcserék, műholdó vezérelt, betakarítógépek, etetőkocsik működnek, tehát mindenki, ha akarja, megtalálja azt az érdekességet, ami az ő fantáziáját megmozgatja, vagy talán a jövőben ezt szeretné csinálni. Ha röviden is, de mélyedjünk el a telep munkájában, hiszen ahogy említette az imént, rangos helyet foglal el a magyar agráriumban. Fontos, hogy milyen fajtákat nevelnek, illetve hogy milyen szakemberek dolgoznak itt, hiszen az korán sem mindegy. Így van, ez a telep kizárólag tejtermeléssel foglalkozik, és Holstein Fries fajtával dolgozunk egyértelműen. De ma ki kell jelentenünk, hogy a fejőaknában dolgozó fejő munkásnak is nagyon komoly biológiai ismeretekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy meg tudjon különböztetni egy egészséges állatot a nem egészségestől, ránézésre, tőgyre, illatokra, mindenre, minden tudásunkra, minden érzékszervünkre szükség van. De ugyanígy egy számítógép programozó kell gyakorlatilag ma a fejőgép vezérlését irányítani, minden nap ellenőrizni. Olyan hővisszanyerő rendszerek vannak, ahol nagyon komoly fizikai tudások kellenek. Gyakorlatilag az etetőgépek működtetéséhez rendkívül komoly tudás kell. Egy inszeminátor, aki szaporodásbiológiával foglalkozik, a hormonális háztartás teljes ismerete, a spermafelolvasztástól az esetleges in vitro embrió beültetésen keresztül, ami előfordulhat, az állatorvoslás, ami anyagforgalmi, fertőző betegségek, járványvédelem, olyan széles ma a skála, és olyan nagy a tudásigény, hogy nagyon nehéz ezt gyakorlatilag pár mondatban összefoglalni, és igenis ennek az ágazatnak is munkaerő gondjai, problémái vannak, de ki kell jelentenünk, hogy az elmúlt évtizedekben felvett szokás, hogy hát tehenésznek mindenki jó, sajnos nem igaz. Tehát nem bárki való ehhez a szakmához. Ehhez kell egy mentalitás, és még nem is elég a szakmai tudás, kell hozzá egy mentalitás, tűrni kell a monotonitást. Ez a szakma, ez 365 nap, ez nem szakma, ez hivatás. Ugye tudjuk, hogy a tejágazatot elég komoly problémákkal kellett megküzdenie egy időben. Azzal, hogy az áfa csökkent, az mennyit segített az ágazaton?
Sajnos mi ezt igazából nagyon nem tapasztaltuk. Ugye mi nem a közvetlen a fogyasztókkal vagyunk kapcsolatban, hanem mint nagy termelők napi 25-26 ezer literes termeléssel mi a feldolgozókkal állunk kapcsolatban. Sajnos ez a keresletet nem gerjesztette, és sajnos egyelőre a tejárakon sem veszük észre a szárnyalást. Az első negyed évben minimális emelkedés volt, de most például május hónapra már egy picit csökkent a tejár, annak ellenére, hogy a nyári hónapokra inkább emelkedni szokott. Mennyit segített az, hogy némiképpen a nyers tejára emelkedett, tehát eurócentekben mérhetően? Magán az ágazaton sajnos minimálisat, hiszen az egyéb költségek nekünk most már évek óta felfelé tendálódnak, illetve a tavalyi évben már a munkaerőköltségeket olyan szinten meg kellett emelni, hogy versenyképesek legyünk, ugyanis hát pont Mezőfalva, ugye Fehérvár és Dunaújváros között, ha nem is egész félúton van, de mind a kettő iparilag elég koncentrált, és hát ott a versenyképes piacon kell maradnunk egyáltalán. Az ágazat egyik problémája nyilván az, hogy a takarmányárak emelkednek folyamatosan, illetve a bekerülési költség azzal is, hogy az üzemanyagköltségek, tehát egyáltalán a költségek emelkednek. Ezzel miként tudnak megbirkózni? Gyakorlatilag a cég a precíziós gazdálkodás bevezetésével arra törekszik, hogy az egységre eső termelési eredményeket javítsa. Ezek hál' Istennek az elmúlt időkben megmutatkoztak, mind mennyiségileg, illetve a másik pedig a minőség javítása. Elmondhatom, hogy az elmúlt 4-5-6 évben mindegyik évben valamilyen takarmánydíjat sikerült nyernünk. Az év rossz szilázsát készítettük, lucerna szénáját, réti szénáját, tömegtakarmánybázis, és hát tehát több kategóriában folyamatosan az élmezőnyben vagyunk. Ez mindenképp segít abban, hogy a megetetett mennyiség az minőségileg is úgy érvényesüljön, hogy az a leghatékonyabb tejtermelésre ösztönözze az állatainkat. Fontos, hogy szövetségben vannak az alföldi tejjel, ez mennyit segít? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segített rajtunk. Én úgy gondolom, hogy a tejipar és a feldolgozó az összeölelkezve járnak, ha az egyik dől, akkor dől a másik is gyakorlatilag, és mind a kettőnknek igazából én egy menekülő utat látok előre beruházni. Az alföldtej meglépte ezt ugye a debreceni üzem beruházással és a termékportfólió vagy paletta bővítésével. Mi a hatékony tejtermeléssel tudunk ez mögé beállni. Viszont szakemberként nyilván van véleménye arról, hogy a tejföldtúró az ma már nem elég. Tehát a vásárlók megkövetelik jószerivel, hogy egyre többféle tejtermék kerüljön fel az áruházláncok palettájára. A csontritkulásnak gyakorlatilag az egyik gyógyszere lehet a tej a kálcium tartalmával. Tehát egyértelműen több tejterméket kellene fogyasszanunk. Egy európai kitekintést tegyünk meg. A környező országokban szintén komoly szarvasállattenyésztés tejtermelés folyik, ugyanakkor mi mindent kell tennünk, hogy elérjük a fejlett nyugatot, hiszen azért erre már történtek lépések, én azt hiszem, hogy jó úton járunk. Igen, jó úton járunk. Hát egyértelműen én úgy gondolom a tejtermelő ágazat támogatása, főleg a nagyobb telepek támogatására. Én úgy gondolom, hogy ma ez a világtrend, hogy nem a 3 és 5 tehenes gazdák sajnos már nem várható, hogy vissza fognak térni a termelésbe. Ezeknek a hálózatát is gyakorlatilag a tejbegyűjtési hálózata is felszámolásra került. Mi egyértelműen világelsők vagyunk állománykoncentrációban, tehát egy 390-87-90 körüli állománnyal, az USA van mögöttünk 385-tel. Világelsők vagyunk, akkor miért nem ezt a vonalat erősítjük? Nagy, koncentrált telepekkel minőségi tejet tudnánk előállítani, és úgy néz ki, hogy meg is lenne a piaca, hiszen a távol-keletről is megjelentek többek között az alföldtejnél is a kereslet Kínából és egyéb piacokról. Akkor ezt kell erősíteni. Tehát ezt hozhatja a jövő? Igen, én úgy gondolom, hogy ezt hozhatja a jövő. Koncentrált telepeken jó minőségű, biztonságos terméket előállítani. Én egyértelműen ebben látom a jövőt. Ugye ez a negyedik alkalom, erről már beszéltünk, de mennyit segít ez? Vannak-e visszajelzések egyáltalán? Lehet-e ezt folytatni? Kell-e folytatni?
Nagyon pozitív visszajelzések vannak, bár ezek még gyerekcipőbe járnak, hiszen a 4 évvel ezelőtti iskolások, óvodások most még csak iskolások és vagy talán középiskolások. Nem tudom még egyelőre megmondani, hogy hányan döntöttek esetleg a pályaválasztásban úgy, hogy a mezőgazdaság felé orientálódnak, de én úgy gondolom, hogy most a 2 nap alatt közel 400 gyermek fog itt megjelenni, akiket körbevezetünk, érdekességeket mutatunk nekik, vendégül látjuk őket, hogy ebből a 400-ból, ha minden évben csak 1 vagy 2 gyerek talán egyszer visszatalál az ágazatba, vagy az ágazathoz kapcsolódóan megjelenik nálunk, én annak is nagyon fogok örülni. De a másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a gyerekeknek meg kell mutatni, információjának kell lenni, hogy ez hogy történik, hogy zajlik ma a tejtermelés, milyen komoly munka folyik itt egy ilyen telepen, és akkor majd el tudják dönteni pályaválasztáson, hogy ezt akarom vagy nem akarom. Addig, amíg információjuk sincs erről, addig igazából dönteni sem tudnak. Tehát ma a 14 évesek pályaválasztásnál kételkednek, nem tudnak határozottan dönteni, és most ma értünk, hogy a 18 évesek sem, a gimnázium után sem igazán tudnak pályát választani. Mi ebben próbálunk talán segíteni nekik. De számtalanszor mondjuk, hogy a mezőföldön a paraszt nem lehet szitok szó. Én azt gondolom, hogy önök ezért sokat tesznek, hogy ezeket a tévhiteket, illetve ezeket a rossz beidegződéseket eloszlassák. És én hát azt kívánom, hogy ugyanilyen eredményes legyen az 5., a 10. és a 15. Lát erre esélyt? Igen, én látok, hogy ez az ágazat fennmarad, ez az ágazatért mi nagyon sokat teszünk, és nagyon sokat küzdünk, és néha úgy tűnik, mintha ha kevés vagy talán eredmény nélkül, de mi akkor is megtesszük ezt 5-ször is, 10-szerre is, meg 15-ször is. Südi András a nyílt napon bemutatta a gazdaság idei sztárját, Idát is. Ez az eredményes és gyönyörű jószág. Április 10-én a Hódmezővásárhelyi kiállításon vemhesüző kategóriában a 6. helyet szerezte meg, úgyhogy 6 hónapos vemhesüszőként egy elég reménykeltő anyai háttérrel rendelkezik, 12-3000 literes anyai háttérrel, úgyhogy ez a jövő generációja, illetve hát a pocakjában lévő valószínű üszőbórjú is a jövő reménységei. Számára. A ágazatvezetőnek fontosak, hogy ilyen az állomány? Igen. Hát az állomány genetikai háttere azért meghatározza a termelési színvonalat egyértelműen, amihez mi a takarmányozást, illetve a környezeti feltételeket tudjuk hozzátenni. Én azt mondom, hogy ők a legmegbízhatóbbak, tehát a genetikai háttér, illetve a tehenek azok, akiben meg lehet bízni 100%-ig, mert ők biztos, hogy jót akarnak, jól akarnak termelni, túl akarják élni, egészségesek akarnak maradni, többit már csak az ember tudja elrontani igazából. A cél az volt, hogy megismertessék a gyerekekkel a mezőgazdasági tevékenységet, az állattenyésztés, az állattartás fortéjait, és információkat kapjanak arról, hogyan lesz a tej. A gyermekek megnézhették, hogy hol, milyen körülmények között élnek a tehenek és borjaik, és meggyőződhettek róla, hogy a tej nem a dobozban terem. A házigazdák bemutatták, hogy milyen kemény mindennapos munka folyik a telepen annak érdekében, hogy nap mint nap jó minőségű tejjel láthassák el a fogyasztókat, hiszen fontos, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék a környezetüket, és fontos, hogy szoros kapcsolatot ápoljanak a környező világgal.